Duna bemutatja. Kína 1967. Mao Tse-tung meghirdette a kulturális forradalmat. Egyetemisták millióit vezényelték vidékre, hogy oktassák az elszigetelt nomád lakosságot. Ezek a diákok itt fognak élni 2 évig. Megtanítják a gyerekeket kínaiul írni és olvasni. Jó napot! Érted? Kérdezte az apja. Lenyűgöznek a farkasok. Szeretnék befogni egy kölyköt, hogy tanulmányozzam. Utasítást kaptam, hogy vegyem ki a farkaskölyköket a falkából, és öljem meg őket, hogy megállítsam a szaporodásukat. Ha elveszed a kicsinyeiket, megvesznek és bosszút állnak. De ez a parancs. Egy farkas kölyök a pásztoroknál. Nem gondolod, hogy túl kockázatos? Jó hét! Itt a leves! Gyere! Ez meg mi? Bevallom, hogy én itt nevelem. Ide fognak jönni a farkasok, hogy visszaszerezzék! Itt ólálkodnak, megtámadnak minket! Jean-Jacques Arnaud új filmje. El kell engedned! Nem teszem! Én neveltem föl a tenyeremből evett! Fogj le, ejtettél egy istent, hogy rabszolgát csinálj belőle! Ezért még egyszer megfizetsz! Ne! Ne váltsál! Totem. Menekülj! Hamarosan a mozikban.